Sokunk szívének legkedvesebb muzsikáját hoztad el. Még a vége pontozóban én már szívrohamot kaptam volna, de csodálatos volt. Salamon Bea! Igen. Ugye Pali Marci muzsikáját hoztad székről. Pali Marcival már találkoztunk itt a színpadon, a Vasi kislegényeket ő kísérte. Nekem nagyon kedves barátom is, úgy is mondhatnám. Nagyon érdekes látni, amit ő muzsikál, hogy te, ahogy törekszel az ő mozdulataira. Iszonyatos nehéz feladat széki muzsikát játszani egyébként is. Ugye hosszú maga a pár is végigvinni. Nagyon kemény munka, majdnem fizikai munka az, hogy ezt a nagyon kemény kíséretet átmuzsikálja az ember. Ugye a lassúban nagyon tetszik az, ahogy törekszel már erre a speciális vibrátorra, ami kicsit inkább csúsztatja a hangot, már nem trillázik. Tetszik az, hogy hozogatod már ezeket a kis megkapásokat a vonó elején. Kicsit még csúszik a vonó, de majd a helyére fog kerülni. Iszonyatos nehéz ezt a nagyon hosszú, nagyon gyors vonóhúzást hozni. Látszik az, hogy énekelsz. Tehát a négyesben, a magyarban, ahogy hoztad az íveket, nagyon jók, nagyon tetszenek. Picit még a dobott vonók még nincsenek a helyén, de majd a helyükre kerülnek. 12 éves vagy, könyörgöm, csoda, hogy egyáltalán ezt így elhozta nekünk. Elképesztő. Elképesztő, amilyen pontossággal tudott hozni már most a csárdást együtt a bandával. És a sűrű tempót azt ugye mindenki levette, hogy az azért nagyon nehéz hegedülés szempontjából, mert a bőgő meg a brácsa hozza az egyet, akkor én miért hozzam az egyet? Akkor hozom a kettőt. Tehát ebből van egy ilyen folyamatos párbeszéd, amit gyönyörűen megoldottál. Úgy gondolom, hogy egyenes az utad arra, hogy a legjobb primások közé emelkedjél. Mártika? Hát csak annyi, hogy itt mi nem bírtunk magunkkal Zsura bácsival, és itt elkezdtünk tempózni szépen az asztal alatt, mert tökéletes volt. És azt hiszem, hogy Halmos Béla bácsi is odaföntről meg osztaná ezt a véleményt. Én azért a háttérhez annyit mondanék, hogy mindig olyan szép háttereket választom, most meg ez annyira amerikai kihetlen tájat kaptál székből. Tehát a Kornis Péter után olyan szép széki hátteret, azért a székek megérdemelnek egy szép hátteret, de ez nincs összefüggés a zenéddel, mert tényleg olyan boldog vagyok, hogy olyan jó képeket látok itt a páva folyamán, és ez a szék most egy kicsit nem úgy sikerült, sajnálom. De zenében ott volt szék. Színes a világ, sokszínű a világ, és sok minden belefér, főleg a pontszámok, Kocsis Enikő. 10-es. De hát ez nem az ő. Eredics Gábor. Én még annyit tennék hozzá, hogy Halmos Béla sok-sok évtizedet rátett a széki muzsikára, és te, hogy 12 évesen ezt a lassút ilyen gyönyörűen megformáltad, tökéletes volt. 10-es. Sebestyén Márta. 10-es. Zsurávszki Zoltán. 9-es, de csak a fotók miatt. Salamon Bea. 9-es. 9-es. Beszélsz már angolul? Kicsi. Mi van ideírva? Forever. Forever. Az van, Cseperke, hogy bármi is a végeredmény, bármi is történik, nekem te a személyiségek versenyét megnyerted ebbe a pávába. Egy nagyon különleges valaki vagy. Kis Magyarországon születtél, de az anyaföld üzenetét őrzött, hozott, mutatott nekünk, szerintem Erdély szíve megdobban, úgyhogy a kódodat gyorsan mondjuk el. 11. És nézzük a táblázatot.
hiszen Hajdú Németh László 49 ponttal egyeneságon jutott a döntőbe a hangszeres szólisták és zenekarok kategóriájában.